A nyugdíjasok többsége már megkapta prémiummal, illetve az infláció miatti kiegészítéssel növelt nyugdíjat. Járják a postások és a településeket tegnap óta, illetve elindított az utalást az államkincstár. Decemberben aztán az idei inflációval megemelt összeget kapja mindenki, januártól rákerül a szokásos éves emelés, aztán februárban érkezik a tervek szerint a 13. havi nyugdíj aktuális részlete. Készül a reggeli kávé, megszokott módon indul a nap Molnáréknál. A nyugdíjas házaspár kávézás után átnézi az újságokat, aztán, ha kell, elmennek bevásárolni. Most viszont változik a napi program, a postást várják, hiszen a nyugdíj mellett érkezik a prémium is, annak is a maximális összege 80 ezer forint. Ilyen sok vitamint használunk. Ami bizony nem olcsó, így a nyugdíjas házaspár eldöntötte, hogy a prémium egy részéből feltöltik vitaminkészleteiket. A többit félreteszik arra az esetre, ha valami elromlana a házban. Öreg ez a ház, ennek vannak bajai. Hol a csap esik szét, hol csepeg a radiátor, betörik egy ablak. Jó, hogy a biztosító azt fizetné, de ezeket nem nagyon. És ezekre a felújításokra ez a pénz egy jó kis alapot fog adni, ahhoz, hogy ne kelljen a nyugdíjat kuporgatni, gyűjtögetni össze. Mintegy 2,5 millió nyugdíjasnak, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek utalják át, vagy viszik ki a napokban az inflációval kiegészített ellátást, illetve a nyugdíjprémiumot. A Magyar Posta szóvivője azt mondta, november végéig minden nyugdíjas megkapja a járandóságát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy ezekben a napokban a csalók is becsengethetnek a nyugdíjasokhoz. Most, amikor arról szól minden, hogy a nyugdíjasok több pénzt kapnak, mint amit megszoktak, óhatatlanul megjelennek a csalók. Megjelenhetnek úgy, hogy azt mondja, hogy ő a postától jött, és rossz bankjegyeket hozott, rosszul adta át a nyugdíjat, és nézzék meg még egyszer, de megjelenhetnek olyan formában is, hogy fölhívják és hivatkoznak a családra, hogy a család bajba került, és szedjen össze nekik pénzt. Idén júniusban már 6,1%-kal emelték, most novemberben pedig 1,2%-kal növelték meg a nyugdíjakat az inflációs hatás miatt. A kiegészítő emelést januárig visszamenőleg kapják meg az érintettek. Nyugdíjprémiumot pedig már negyedszer fizet a kormány 2017 óta. Idén minden eddiginél többet, 80 ezer forintot, függetlenül attól, hogy kinek mekkora ellátás jár. Vagyis az a nyugdíjas, aki egy középértékű 130 ezer forintos juttatásban részesül, az 1,2%-os kiegészítő emelésnek és a prémiumnak köszönhetően csaknem 100 ezer forinttal többet kap novemberben, mint októberben. Jó napot kívánok! A nyugdíjasokat elismerik Magyarországon, így lehet összegezni a Kopp Mária Intézet legfrissebb kutatását. Október végén kérdeztük meg a magyar embereket arra, hogy mit gondolnak a nyugdíjprémiumról, illetve 13. havi nyugdíj visszavezetéséről, és a magyarok többsége egyetértő, 10-ből 80 azt mondják, hogy ez egy jó intézkedés, és megérdemlik a nyugdíjasok. Különösen egyébként a gyermeket nevelő családosok mondták azt, hogy ez egy nagyon fontos intézkedés, és jó, hogy a nyugdíjasok ezt megkapják. Jövőre folytatódik a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, ami azt jelenti, hogy 2022-ben már az ellátás felét biztosan megkapják az idősek, de ez az összeg akár még növekedhet is. Erről a családokért felelős miniszter mondott részleteket. Jövőre 13. havi nyugdíjra is számíthatnak, legalább ennek a két heti összegét biztosan meg fogják kapni, de azon dolgozunk, hogy annál többet, akár 3 vagy 4 heti 13. havi nyugdíjat is tudjunk fizetni, tehát reményeim szerint jövőre teljes összegű 13. havi nyugdíjat tudunk majd adni minden nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek. Ez azon múlik, hogy milyen mértékben tud növekedni a gazdaság. Az biztos, hogy idén 7% körüli GDP növekedés várható, jövőre pedig mintegy 5%-os bővüléssel számolnak az elemzők.